A Magyar Kanizsai Önkormányzat és a Szociális Központ a helyi közösségek bevonásával január 5-én kezdte meg a legsúlyosabb szociális helyzetben lévő polgároknak az összeírását. Ezek a személyek ugyan nem hajléktalanok, de a nagy hidegben nincs élelmük, nincs tüzelőjük. Nagyon sok olyan idős ember van, aki mozgásában korlátozott, ezért a házi ápolóink hetente 2-3 alkalommal megjelennek náluk, és akkor ilyenkor több napra bekészítik, akár vödrökben, akár másmilyen módon a tűzre valót, hogy ezek az idős háztartások, ezek az idős embereknek ne kelljen tényleg kimenni, veszélyeztetni azt ott esetleg, hogy elcsusszonak, elessenek, valamiük eltörjön. A legnehezebb helyzetben lévő embereknek a községi szociális központ egy korábban megkötött szerződés értelmében fel tudja ajánlani az Óbecsei befogadó központban való ideiglenes 15 napig tartó elhelyezést. Ez idő alatt az illetékesek megpróbálnak végső megoldást találni a rászoruló otthoni ellátására. Amennyiben a rászorult személy nem fogadja el a felkínált elhelyezési lehetőséget, a továbbiakig a Caritas és a falu gondnoki szolgálat gondoskodik róla, vagy saját beleegyezésével a legközelebbi idősek otthonába kerül. A közelmúltban jegyzett nagy hidegek idején a központ fokozottan odafigyelt az egyedül élő idős emberekre, talán részben ennek is köszönhető, hogy a község területén még nem jegyeztek fagyás miatti halálesetet. Időben sikerült mindig intézkednünk. A múlt év végén is az önkormányzat segítségével sikerült 100 idős, többnyire idős személynek biztosítani eszközöket tűzi fa, illetve más anyag vásárlására tüzelés céljából. Ezt megtettük az idén is. A segítségnyújtásból a falu gondnoki szolgálat és a Caritas is kiveszi részét, amelynek tagjai heti rendszerességgel megjelennek az idős embereknél, illetve különféle segélyakciókat szerveznek meg segítésükre. Mellettük természetesen fontos szerep hárul a lakosságra is, hiszen a ritkán előforduló, kirívó esetekről is polgári bejelentések révén szerez tudomást a községi szociális központ.